Milan Kundera, cseh író, 1984-ben megjelent regénye, a lét elviselhetetlen könnyűsége már-már klasszikussá érett. Bár nem egy szokványos felépítésű könyv, rengeteg mondani valója van. A két főhős, Tomás és Tereza szerelmén keresztül mutat be olyan súlyos témákat, mint például a jó és a rossz ellentéte, hogy mi a különbség a testiség és a szerelem között, vagy hogy milyen a hatalom és a kisember kapcsolata. Mindehez remekül passzol a történelmi háttér, amiben játszódik, a csehek szovjet megszállása. A rengeteg idézhető mondat, a sokszor kasszifántosan megfogalmazott, ám mégis mély mondani való, és a könyvcsatornákat nem kímélő utolsó fejezet miatt mégis érdemes elolvasni. És a végén feltehetjük magunknak a kérdést. Vajon tényleg elviselhetetlen a létkönnyűsége?